Hosszú idő után újra saját lelkipásztora lett Szada Veresegyház körzet baptista gyülekezeteinek. Az új lelkipásztor ünnepélyes beiktatására 2016. május 7-én a Veresegyházi Baptista Imaházban került sor. Örülök annak, hogy a gyülekezeteink között a Veresegyházi és a Szadai gyülekezetnek is imáról lelkipásztora lesz ettől az alkalomtól fogva, hisz az elmúlt években ügyintéző lelkipásztor végezte ezekben a gyülekezetekben a szolgálatot. Ezek egy fontos Budapest közelében lévő gyülekezetek, amelyek fontos településeken kaptak helyet és szolgálnak az itt lévők felé. Örülünk annak, hogy egy olyan fiatal lelkipásztort köszönhetünk, aki már egy nagy magyarországi városban is nagyszerűen szolgált és tapasztalatokat szerzett, Bacsó Benyámin. Debrecenből érkeztem, és egy nagyon különleges dolog az, hogy ide kerülhettem. Nagyon jól éreztük magunkat Debrecenben, és Istennek egy különleges vezetése az, hogy végül is ezt a meghívást fogadtuk el. Egy olyan körzetnek lehetünk ilyen módon a lelkészei, amelyik hitünk és meggyőződésünk szerint Isten akaratából létezik, és reméljük, hogy a javát tudjuk munkálni. Ezért vagyunk itt. Vannak-e terveid a várossal kapcsolatban, a két településsel kapcsolatban? Sikerült-e már megismerni magukat a gyülekezeteket és magát a két települést? Ezen dolgozom, egyre több embert ismerek meg, egyre több kapcsolatunk van kifelé is a gyülekezetből. Nagyon örülök annak, hogy ezek a kapcsolatok elkezdenek működni. Mindenféleképpen úgy érzem, hogy van felelősségem a város felé, a települések felé. Szeretném Istent szolgálni, úgyhogy közben ennek a két településnek a javát is munkálom. A két gyülekezet sokáig várt új lelkipásztorra. Szinte teljes egyetértésben kezdeményezték Bacsó Benyámin meghívását, aki örömmel tett eleget a gyülekezet kérésének. Nagy örömmel végeztük és vállaltuk az előkészítést is, mert a lelkipásztor lakást is felújította a két gyülekezet, tehát ebben is vártuk őt. Egy néhány hónap eltelt, hogy igent mondott, és aztán, hogy ide tudta költözni. Szadán van a lelkész lakás, de hát nagy örömmel készítettük az új otthonokat. Milyen a Szadai gyülekezet? Hány tagja van, hányan vannak most itt az ünnepi alkalmon? A Szadai gyülekezet az a körzetnek a központja, ott a lelkész lakás is. Most az utóbbi években sok idős testvér elhalálozott, és hát egy kicsit megfogyatkozott a Szadai gyülekezet. Tehát várjuk is, hogy majd az új erővel ismét bővülhet és nőhet a létszámunk. De a Szadai gyülekezetnek éppen majd a köszöntésemben is mondom, hogy hát nagy nevű elődjei vannak, tehát 135 éves már a Szadai gyülekezet, például Seres Sámuel, Udvarnoki András, nem csak hogy országos, hanem nemzetközi hírű missziómunkások is voltak, és bízunk benne, hogy a gyülekezetünknek nem csak a múltja, hanem a jövője is lesz így a Benyámin vezetésével és pásztorlásával. Persze hát mindnyájunknak kell hozzáadni azt, ami csak tőlünk telik. Bacsó Benyámin a baptista felekezet körében sokrétű tevékenységet folytat, többek között a Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió vezetője is. Benyámin Istentől kapott sokféle tehetséget és ajándékot, többek között az ifjúsági misszióra is, és örülünk annak, hogy így most kicsit közelebb Pesthez, sok mindenféle szervezésben, megbeszélésben, előkészítő munkában részt tud jobban venni, mint Debrecenből tudta ezt tenni. És természetesen számítunk ő rá, és mindazokra, akiket ő is tud mozgósítani, széles körben az egész baptista ifjúságban. Köszönöm, Uram, hogy munkálkodtál sokaknak az életében, hogy ez a mai alkalom, ez az ünnep létrejöhessen. Köszönjük, hogy sok mindenről nem is tudunk, de biztosan a kezedben tartottad az eseményeket, embereket, szíveket, gondolatokat. Dicsérünk téged azért, mert ma ünnepelhetünk, és ebben az ünneplésben azt szeretném, hogy a te neved lenne a legnagyobb. Kérünk téged, hogy árazd ránk a te szent lelkedet,
munkálkodj valamennyünk életében, hadd szolgáljuk, hadd építsük most is a Te országodat. Kérünk, fogadd el a hódolatunkat, az imádatunkat, Jézus Krisztus nevében. Amen. Honvéd szolgálatra jelentkezem. Mert hogy voltam katona, és amikor katonaként be kellett menni egy feljebb való elé, vagy valamilyen feladatra vállalkozni, akkor meg kellett jelenni, jelentkezni kellett, és a megbízatásnak megfelelően végezni a szolgálatot. Helyettesítsd be a nevedet, és mondd az Istennek. Uram, te szolgád, szolgálatra jelentkezik. Szívembe akarom, hogy gyökerezzen a te igéd, és azt akarom, hogy mindaz, ami abból kisarjad és hajtásba, szárba szökken, azt átadjam, továbbadjam, hogy ezzel a te gazdagító áldásod és üzeneted mindenhova és mindenkihez elérkezhessen. Legyen így áldás a lelkipásztornak az életén és szolgálatán. Legyen így áldás a két gyülekezetnek a szolgálatán, de így legyen áldás valamennyünknek az életén. Isten segítsen bennünket erre. Amen. Kedves Bacsó testvér, mint a Magyarországi Baptista Egyház Szadai és Veresegyházi Baptista gyülekezetének a lelkipásztora, Isten kegyelmében bízva vállalod-e azt, hogy Istentől kapott elhívásod alapján a tiszta evangéliumot hirdeted, ezáltal az embereket az üdvösség útjára vezérled, a reád bízottakat a tanítványi szolgálat betöltésére, és az élet minden területén való becsületes helytállásra neveled. Vállalod-e ezt? Igen, vállalom. Isten kegyelmében bízva vállalod-e azt, hogy mindenkor gondoskodsz a gyülekezetek rendjében rád tartozó, Isten tiszteleti és egyéb szolgálatok pontos ellátásáról, a gyülekezetek és az ahhoz tartozó személyek, családok, testi és lelki betegek pásztori gondozásáról, a már szolgálatban álló avatott és választott gyülekezeti munkások bátorításáról és támogatásáról, valamint új szolgálattevők neveléséről és fölkészítéséről. Vállalod-e ezt? Igen, vállalom. Isten kegyelmében bízva vállalod-e azt, hogy felügyelsz a gyülekezetek jó rendjére, hitelvi és erkölcsi tisztaságára, és a Szentírás alapján, valamint a ráépülő baptista hitvallással, a Magyarországi Baptista Egyház szabályzataival összhangban tevékenykedsz. Vállalod-e ezt? Igen. Most hadd forduljak oda a szadai és a veresegyházi testvérekhez, és tisztelettel és szeretettel hadd kérjem testvéreimet, hogy a helyükön álljanak föl, tehát a szadai és a veresegyházi gyülekezet tagjai. Őket is szeretném megszólítani egy kérdéssel. Mint a Magyarországi Baptista Egyház szadai és veresegyházi gyülekezetének a tagjai, Isten kegyelmében bízva vállaljátok-e azt, hogy lelkipásztorotokat Isten felkent szolgájának tekintitek, és őt megkülönböztetett tisztelettel, imádkozó szeretettel veszitek körül. Vállaljátok-e azt, hogy vele és irányítása mellett az emberek üdvösségét, a gyülekezetek épülését, jó rendjét, hitelvi és erkölcsi tisztaságát munkálva
Isten nevének tisztességet és a gyülekezeteknek megbecsülést szereztek. Vállaljátok-e ezt? Mind a gyülekezetek tagjai, mind a gyülekezet lelkipásztora, vállaljátok-e azt, Isten kegyelmében bízva, hogy arra törekszetek, hogy gyülekezeteitek és a Magyarországi Baptista Egyház hitbeli egységét, szeretett közösségét és misszióját építsétek és erősítsétek. Vállaljátok-e ezt? Az új baptista lelkipásztort az érintett települések és a helyi református és katolikus felekezetek vezetői is üdvözölték a szertartáson. Nagy szeretettel köszöntöm lelkész urat, Macsó Benyámint és kedves feleségét és családját, hozzátartozóit. Egy űr keletkezett, amikor lelkész nélkül maradt a két gyülekezet tagjai keresték, hogy ki a legmegfelelőbb ember, aki tovább viszi a lelkek gondozását. Azt kívánom a lelkész úrnak, szeresse az itteni embereket, szadaiakat, veresieket. Ők legyenek a család tagjai, akik nem mindig ülnek az önök asztalánál, de képzeletben mindig ott vannak. Féltő gonddal vigyáznak önre, hogy dolgát, feladatát, szolgálatát el tudja látni. Az elmúlt évek alatt megtapasztaltam azt, hogy épült óvoda, épült bölcsöde, épült városháza, épültek az utak, épült főtér. Az Úristen azt mondta erre, hogy ez nem elég. Az elmúlt 10 esztendő során itt épült imaház. Épült református iskola, most épül katolikus templom. A mi iskolánknak az igéje sokan ismerik, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá. Ezt az igét hoztam neked. Jó látni ezt az örömet. Ez az öröm abból származik, hogy az Úrnak a küldetésében járunk. És az Úrtól kaptuk a küldetést. És azt gondolom, hogy lelkészként ezt rengetegszer meg lehet tapasztalni ezt az örömet, ami Jézusnak az öröme, valami mély hiteles öröm. Az, hogy nem a magunk emberi adottságaira kell hagyatkoznunk, hanem kitől kaptuk a küldetést. Ki az, akit hirdetünk, kinek a küldetésében járunk. Úgyhogy kedves Benyámin, ezt kívánom neked, hogy ezt az örömet nagyon sokszor megtapasztalhass, hiszen az Úrban való öröm a mi erősségünk. Bacsó Benyámint a Debreceni Baptista Gyülekezet 2016. április 17-én búcsúztatta el, a beiktató szertartáson pedig szintén köszöntötték az új lelkipásztort. Végül a szadai és veresegyházi baptista gyülekezetek is üdvözölték az újonnan beiktatott lelkészt. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik.
Ebbe kapaszkodunk bele, ez a reménységünk, és így szeretnék tevékenykedni itt a gyülekezetekben, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy minden összedolgozik a javunkra. A javunkra, mert szeretjük Istent, és mert hozzá ragaszkodunk. Hát akkor itt vagyok, és szolgálatra jelentkezem. Köszönöm szépen!